Lévai Kálmánnal arról beszélgettünk, hogy milyen különlegesség termett saját gondozása alatt lévő kiskertjében. Mint megtudtuk, Lévai Kálmán évek óta termesz saját felhasználásra zöldségeket, gyümölcsöket. Ez nem csak gyermekkorának szép emlékeit idézi fel, hanem olyan egészséges nyersanyagot is biztosít a család számára, amely manapság már ritkaság számba megy. Ahogyan elmondta, megterem a zöldség, a sárgarépa, a petrezselyem, a zöldbab, a zöldborsó, a paprika és a paradicsom is. Néhány éve, vagy nyugdíjba mentem, azóta eh, apósomtól kertben gazd gazdálkodok, kicsit túlzás, de próbálok termelni kis zöldséget, az, ami a gyerekkoromra visszaemlékeztet a szülői ház kertjébe, sok minden megtermett, és milyen jó volt, hogy csak kimentünk a kertbe, kiúztunk egy retket, leveltük róla a, földet, meg leperget róla, és már lehetett megenni, és jó kellemes ízű, csípős retek volt. Hát itt is próbálunk hasonlóan gazdálkodni, át részben gyümölcs is van, az megint természetesen nagyon kellemes dolog, és minden bió. Most nem ez a lényegben nem ezt akarom hangsúlyozni, hogy bio hanem azt, hogy, hogy nincs permetezve semmi. Hogy miért nincs permetezve? Talán már azért sem kell permetezni, hogy jobbról balról ezek a kertföldek kezdenek elfogyni, a fákat elhalnak, vagy kiirtják, és lucernával bevetik, és csak kaszálják a földet, tehát nincs az a szomszéd, meg a harmadik, meg ötödik szomszéd az, aki mondjuk elfertőzze a milyenket is, hogyha az övé nincs kellően védve. Úgyhogy egyelőre nem szükséges a permetezés, és ennek nagyon örülök, mert hogy hát így most ezzel a divatos szóval itt élve bio termék lesz belőle. Na most hát így zöldség, sárga répa, zöld borsó, Én a zöld imádom, a feleségem a zöld imádja, aztán paradicsom, paprika, ilyen megterem. És hát nem is az egész kertföldünket gazdálkodom be, de annak egy részébe is és nagyon kellemes dolgok tudnak megteremni. A gyümölcsök közül a körte, az alma és a sárga barack. Gyümölcs, ami megterem, körte, alma, sárga barack, ilyesmi pálinka nem lesz belőle, mert annyi nem terem, viszont, viszont, gyümölcsként is nagyon jó, és akkor lehet belőle gyümölcslevet, gyümölcsleves lekvárt azt csinálni, amihez éppen kedvünk van, vagy rágondoljuk magunkat. Azt is megtudtuk Lévai Kálmántól, hogy több éve a legszebb kertek Magyarország legszebb konyhakertjei program részvevője volt, és sok, és sok praktikát tanult a verseny ideje alatt, amelyet a mai napig hasznosítani tud saját kertjének művelése során így volt az, hogy az utolsó maradékű zöldséget szedtem fölfele, itt eső után alig várva, hogy annyit szikadjon, hogy rá lehessen menni, és akkor húzom kifele a zöldséget, húzom, meg húzom, meg húzom, még mindig húzom, hát néztem, hogy mi van. És ebbe igazából az az érdekesség, hogy ez a 60 nehány centis zöldség, hogy, hogy ki jött. Tehát ez azt mutatja, hogy az a szánta emberke, aki megműveli nekem a földet, utána meg, ahogy én művelem tovább, hogy, hogy jól meg van művelve, mert egyébként egy kemény kötött talajból biztos, hogy nem lehetett volna kihúzni. És a másik, hogyha a vastagságát meglátjuk, akkor meg különösen csodó, hogy kijött, mert, mert egy ilyen vastag répát kihúzni, az nem kunst, gondolom, viszont azt a kis vékony valamit, hogy, és mondom, hogy mintha a gilisztát húznám a földből, hogy jön, 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 jön még mindig jön, Hát ez volt a csodálatos. Aztán a feleségem megmondta, hogy na mérjük már le, hogy mennyi, meg egyéb, és akkor mutassam, aztán lefotózott, és hát ugye a mindenhatósága az internetnek aztán elröpítette a hírt és hát egy ilyen jópofa dolog volt tulajdonképpen, és meg is mozgatta úgy az embereknek a fantáziáját, akik látták a képet, és elég sokan rárezzentek, hogy különböző megjegyzések formájában. Na most ez az egész egy kicsit arra is jó, hogy elindult ez a kert mozgalom jó néhány évvel ezelőtt már, és úgy tűnik, hogy eléggé sikeres szert az országba. Abban az időben én az erkélyen próbáltam gazdálkodni, ezzel is támogatva ezt a mozgalmat, hogy, hogy meg lehet mutatni, hogy igen, itt az erkélyen is meg tud teremni ez meg az. Aztán két év után ezt abba hagytam, most viszont a, a, kertbe próbálkozok ilyen dolgokkal. Hát Ennyi az egész történet. Nem egy világhír természetesen, viszont arra mindenképpen jó, hogy ha, ha próbálkozik az ember, aki keres, az talál. Ősi mondás azért itt is igaz.